Megérkeztünk. Üdvözöllek, Mácsó. Köszönöm, hogy eljöttél. Egy kóló, legyen egy kóló. No, ejde. Három és... Szépen megtanulták a gyerekek, nagyszerű. Tehát szinte táncra is perdülhetünk. Hát hogyne. Csak ezek a táncok lassan kimennek a divatból, mert a táncházakban nem nyomatják. Hát néha. Hát nem, az páros táncok nem nagyon. Igaz, Miki fiam? Igen. Ők is tudják, hogy táncházat zenének már ők is a sokos körben mindenfelé. Igen. Ügyes gyerekek már. Tudják, hogy milyen táncok. Ott nálatok megy még azért a sokos körben. Szokott, igen. Ja, az a lényeg. És jönnek a fiatalok is, ugye? Hasonló persze, korúak? Persze, persze. Tehát aki Bohácsa nem tamburázik, az táncol? Hát igen, általában. Előleg mindegy gyerek tud minden más hangszeren is. Uh-huh. Hát az én zenekaromban is a fiaim nálam tanultak. Ők klasszikustól kezdve mindent játszanak, nem csak dészláv zenét játszunk, magyar zenétől kezdve mindent, filmzenét, betéteket, mindent játszanak. Hajde, számol jedán, idemo! Egy chilei bódba vettem, hangszerjavító bódba. Ott Grönövében egy chilei ember volt, egy csarángón játszott ott nekünk, tudod, bement. Hát ők is igen használnak ilyen és típusú hangszereket. Emeletes hangszer volt. Amilyen hangszert árultak, olyan javító műhely volt. Uh-huh. Milyen jó, hogy arra jártál, mert nem volt ki, hogy tambora javító műhely, gondolom. Nem, tambora nem volt. Csak bemeltem és vittem magammal a hangszert. Nálam volt. Bementünk nézelődni, és bementünk ebbe a javítóműhelybe, pont csembalót húroztak. És ott láttam ezeket így, ezeket a dobozokat, tudod így. Mondom, a Bélának, aki volt velünk, az kinél Grenoble-ba, harmonikás. Mondom, kérdezz már meg, mondom, hogy milyen 20-as, vagy 22-es, vagy ilyenek vannak. Azt mondja, a chilei ember van, azt mondja. Akkor mondom, két szállat fölrakok erre a tamburára, megnézhetem. Fölhúzom, olyan szépen csenget. Zenélek lett, és odaadnak neki a tamburát, ő megpróbálja. Olyan szépen játszott, hogy elsőre a hangszer volt az ember. És akkor kaptam ezt két ilyen izét, ingyen kaptam meg tőle. Két. Micsoda kincs, ugye? Nem csodálom, az időben. Kirepülnek, mondjuk bennek a zenekarokba, igen, akkor nem keseredsz el, mert mindig van utána. Van, hála Istennek van. Nem is tudok vállalni, mert most is volnának jelentkezők, de nem vállalok. És csak Mohács vagy környező települések? Nem csak Mohács. Muzsikusok lesztek, fiúk, lányok? Amelyik olyan a családból jött, azok biztos, mert a Miki Kovácsevics család a zenész család. Igen. Azok biztos, hogy meg Szajcsán. A Szajcsán család, a Bende, hogy az apja jó tamburás, a Bácskába, a Billionának, Bácska zenekarba a tamburás, a Primás, a Billionának az apja. Ez szinte családi zenekarok. Úgyhogy vannak itt zenészek, rengeteg van. Az jó, hogy egy családból többen muzsikáltak. Ez igen. Úgy látom, hogy itt Mohácson ez egy nagyon szokásos. Hát most itt sok testvér van, például Zenikő, a nővére gitározik nálam, ők is ketten járnak.
ő a bátyával, ők is testvérek, a Szajcsán testvérek, legalább 6-7 testvérpár van, 8, nem tudom, itt. Csak az iskolában. Tehát, igen. Ez nagyszerű. Ja. És a legtöbben pedig akkor zenész családból is érkezik. Zenész család, a legtöbb, igen. Nagyon jó dolog. Így rendezvényekor akkor össze szoktam rakni a testvéreket, és a szülők örülnek, hogy együtt zenének. Jó dolog. És ez a 60 éves tábla, az lehetséges a te élet. Igen, és akkor a tanítványok oda firkantottak mindenki. Hát egy nagyon jó buli volt. Jó volt. Hát szeretnek a tanítványaim, mert én is szeretem őket nagyon. Hát ilyen hülyéskedős ember vagyok, szeretek hülyéskedni. Nem úgy tanítok, hogy betartom, hogy most nem tanulták, hanem nem. Egyeseket nem szoktál osztogatni? Nálam nincsenek vonalak. Piros pont. Amelyik bejön, látom úgy is, akkor lejön mondjuk a kis a Balázs is, mert bejönnek. Józsi bácsi, fáradt vagyok. Hát akkor nem láttad a tamburát egy hete biztos. Igen. Mondom, akkor most látod. Igen. Hát akkor most gyakorlunk itt, hát nem muszáj, mondom, nem láttad, most nézed egy kicsit. Tehát az a legfőbb családias cél, igen, hogy családias hangulatban teljek a dolog. Ez teljesen úgy megy nálunk minden. Hála Istennek minden. Úgy megy, ahogy le van. Úgy van, a nejemet is befogom ebbe, a gyerekeknek süt, főz mindig. Állam, most is vigye a gyerekeknek, nem is tudta főként. Hajnalban sütött neki kifliket a gyerekeknek. Ja, érted, ő de tartozik az iskolához, a nejem is. Szeretjük a legjobban. Régen, azóta zenekarom, versenyben kezdtem a pályafutásomat. Gyerekkoromban ott kedvelte meg a tamburát. És édesapám még zenekarába kerültem 13 éves környékén, 13 évesen. És majdnem, hogy 6 évet zenéltem együtt a versendi zenekarral, akkor a versendi zenekarnak hívtuk. És édesapád milyen hangszeren játszott? Ő tambura brácsán. De akkor te tamburán kezdtél, prim tamburán kezdtél. Igen, prim tamburán. És erről a családi háttérről meséljél nekünk, azt kell. Hát kérlek. Most elvileg édesanyám részéről is azok vonósok voltak. Öregapám bőgős volt, de öregapám csellista volt, vonós. A édesapám egy tambura brács, és akkor így ragadt rám is valami. Milyen érdekes, hogy nálatok is folytatódik, hisz fiad Gábor, csellista szintén. Igen, ő is vonós lett, mind a anyukámnak a részéről ugye vonósok voltak, most ő vonós lett. A másik részről meg a fiaim tamburások lettek, két nagyobb fiam, velem zenél a zenekarról. Erről a gyerekkorról, a zenei környezetről meséljél nekünk, légy szíves. Hát egy szép időszak volt. Talán a legszebb emlékeim a édesapámiknak a zenekarába volt. Amikor még ugye disznóvágásra jártunk, bucsukba, névnap, születésnapi bulikra. Ha nem mentünk el egy házhoz, megharagultak az emberek, hogy minket kikerültetek, Józsikám, ide miért nem jöttetek. Akkor divat volt, akkor nem volt szégyen elmenni, köszönteni. Most koldulásnak mondják már, hogy az ember elmegy. Én általában úgy vagyok vele, meghallgatok egy zenét kétszer-háromszor, akkor nem biztos, hogy pont úgy, de saját változatodban már eljátszom, igen. A díszítés nélkül nem szép a tambura zene. Most eljátszó simán egy dalt így, hogy... Sima. Ez volt a váza, ugye? Most eljátszom rendesen. Thank you.
változatosan előtt. Fölöltöztetted hogy... szépen. Notes volt a zsebembe, 17 éves korkedvemmel kezdtem vendéglátózni. És akkor írtam föl ezt a nótát, nem ismertem. Mondom, jövő héten jön, eljátszom. Á, mert beszéljen. Csárdás király jött jövő hétre. Biztos mondom, jön jövő hétre, eljátszom. Jöttek pécsiek voltak, jöttek a Vikendházba, emlékszel még, jut íz eszedbe, mert kérte. Megyek, meglátom, jön befelé, leültek, először nem. Na mi van, művész úr? Megtanult a nótát. Hát azt mondta, hogy kitesz, hogy egy százast eljátszom. Megtanulom. Hát úgyse tudja, de tegye ki a százast, akkor meglássuk, hogy oda tesz a százast az asztalra. Elkezdem, emlék, végigjátszom neki, még a betétét is megtanultam hozzám. Azt mondja, fiam, akkor úgy mondta meg, kisfiat a gyerek. A fiam azt mondja, ez le a kalappal, azt mondja, köszönöm szépen. Nem sajnáltam a százast, adok még egyet, azt mondja. Abban az időben egy százas nagyon nagy pénz volt. Olyan zenészekkel zenéltem, a Bárász Pista bácsival 3 évig vendéglátoztam. Olyan kollégákhoz kerültem, mint a Mihálovics Laci bácsi volt velem, a brácsásom, aki annyit ismer még most is, hogy ennyit nem énekelt senki ennyi nótát. Nagyon rengeteget tanultam tőle. Akkor ugye jártam a Pista bácsihoz, Peti bácsihoz 6 évig. A Radics Márkóékkal 6 évig. A Dészláv vonalon ott tanultam meg a Bárácéktól. Én nem is tudom hány zenekarban, bárzenekarban muzsikáltam, zongorat, dobbal, gitároztam 5-6 évig. Én minden műfajban. De még a Baranya Tánc Együtt a zenekarát is sokszor. Igen, hát a Baranya sokáig voltam, nagyon sokáig. Akkor Radics Márkóban. Volt. Az egész napodat kitölti a muzika? Egész nap. Reggeltől estig? Még otthon is van hangszer mindig, én úgy vagyok vele, hogy mindig zenélek. Tanítás után még ott ragadsz az épületben? Sokszor ott vagyok, még 1-2 órákat zenélek, amikor már másodszor megyek haza, 9-kor végzek, akkor bemenem a Cérna vagy valamelyik, akkor még zenélünk 1-2 órát. Eszedbe jut egy dalom, és akkor hozzá a következőt, és a következőt, mindig, és a következőt, igen, és a következőt. Mindig a zene. Ez egy régi tambura iskola, Mohácson, már volt. Mikor tájt? Ez, kérlek szépen, nem tudom hányban volt, 1900, ide van valamikor írva, én úgy kaptam, 53-ban. Uh-huh. Már volt tambura iskola. Szokták kezdeni, amikor legelőször jön egy... A legegyszerűbb, hát először ilyen, csak a, hogy szóljon a hangszer. Hogy megpendítse. Igen. Ilyen új gyakorlatok, csak hogy pengetés le, föl, szóljon a tambura, kész. Uh-huh. Az a lényeg. Hogy megszólaljon a húr. Hanem még nem szól a húr, addig nincs semmi. A Tisza Gyuri, tanítottunk együtt, kezdtünk 10 évet közösen, csináltuk ezt az iskolát, ő sajnos eltávozott 14 éve. Fiatalon infarktus kapott, aztán eltávozott. Fölötte látok egy képet, amin Vucsis Tiha még igen, is látszik. Igen, mohácsi tamburásokkal van, elvileg az összes mohácsi, aki ott van fent. Ott vegyesen romák és sokacok együtt.
Hát ez mindig divat volt Mácson. A tambura zenekarokban régen roma nélkül, vagy sokac nélkül nem volt. Nem volt, hogy csak roma volt. Volt négy roma, akkor egy sokac, vagy fordítva. De mindig volt, vegyesek voltak. Vannak jó iskolák sok helyen, de talán a milyenkét nem nagyon utánozzák le. Mert a milyenkét kicsit más. Hát ez teljesen a te, hogy is mondja, elképzelésed szerint működik, de nagyon jól és működik. És teret kaptam rá, nem szól bele senki. Támogat a város nagyon, maximálisan a polgármester úr támogatja az iskolámat, és nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve. A tanítványa meg maximálisan szeretünk, szeretjük egymást, mintha fiaim volnának, vagy gyerekeim, úgy vagyok velük. Nagyon jó, megy itt minden. De a szülők jól érzik magukat, amikor a gyerekeket elküldhetik. Hát én a szülők is úgy jönnek be, beül, akar, hallgatja a gyereket, beszélgetek a szülőkkel, meg, és jó megy, nagyon jó megy minden, hála Istennek. Azért nem megyek el máshova tanítani, mert hívtak, mehetnék tanítani. Hát úgy van, hogy a Miki játsza például, vagy ugye ők már másképp játszák. Már kicsi volt, mikor tanulta, de most már játsz, akkor másképp játsza, ugye, mert tudja díszíteni, meg hát ő gyakorol, lehet hallani. Aki gyakorol, azt itt hallom, bejön, hogy te nem gyakoroltál héten meg. De hallom, hogy szépen zeném, akkor tudom, hogy gyakorolt. Másképp szól a hangszer. Most már hallja, hogy akkord is, hogy milyen kell oda, mert ugye rácsázik és basszprímezik. A basszprima elvileg az akkord, a bassz, majd a tercet, ha ő is tercet. A tercnek passzintani kell az akkorddal, ugye össze kell. A terc kidobja az akkordot. Az adott dallamról egy sokkal teljesebb képet kapsz, mint hogyha csak primtamuráznál. Tanítóképzőbe jársz, és akkor alkalmasint lehet, hogy te is a tanításra adod a fejét? Szeretném, mindenképpen. De hogyha nem is kifejezetten zenét oktatnék, akkor az alsósoknak szeretném bevinni a tambura család tagjait, hogy ők is megismerjék. És akkor itt nyilván itt Mohács környéked. Hát a Brigia vége szerintem, hogy fog ide hozzám jönni, biztos. Na, beszéltünk mi róla, hogy ide jön nekem majd segíteni. Ő lesz az utóda. Néz ki nálatok egy nap? Egymás után jönnek a gyerekek csoportokba, kettesével, hármasével, egyesével. Egyesével. Uh-huh. Kezdek mondjuk egy órakor, és este 10-kor végzek minden nap. Uh-huh. 15-16 gyerek van naponta. És minden zeneiskolában szépen jönnek. Igen, sorban. Fél órát. Igen. Mindenki, csak fél órát. És ilyen kamarazenei óra, hát zenekar? Hát mindig van. Velük mindig próbálunk. Akik zenekaros, annak mindig van próba. Hát havonta egy-kettő, most egy kicsit jön, van, kéne megfogni őket már, mert... A busójárás. Igen. Jó, az a nagy alkalom, hogy bemutassa a tudományát. Busójárás, tisztai emlékkoncert. És ez az iskola, ez kiegészíti a hivatalos zeneiskolai képzést. Mindent, igen. És akkor van egy átjárás. Jó, mert
Most az én tanítványom, akkor mi lesz, és mi segítünk egymásnak, de a tamburások vagyunk elvileg. Uh-huh. Büszke vagyok rá, hogy egy tanítványom tanít, és elvégez az akadémiát, nagyon büszke vagyok rá. Három és... Tudod, hogy egy időben nagyon aggódtunk, érted? Egy ilyen betegségről hallottunk, és... Hát sajnos, igen. Most egy pár éve, öt éve. Mama, nem? Öt éve van körül, igaz? Igen. Hogy ez a betegség megtámadta négy a kezemet, Parkinson-kor. De ezt el akarom mondani. És ez kicsit elvette a kedvemet, de most nincs problémám, mert néha kicsit kihagyok, de zenéni tudok, frankó, mindent. Úgy nem az a szint, de... El vagyok. Hát nagyon-nagyon-nagyon szépen visszahoztál abból a virtuozitásból, amit én még fiatalkoromból ismerek tőled. Tehát nagyon-nagyon nagyra becsülünk, hogy szembe néztél ezzel a problémával, és valahogy megtanultad ezt kezelni. Lehet, hogy a zenegyógyító erejét is pontos bizonyítja a, ez? A zene, ha nem zenélek, talán biztos rosszabb volna a dolog. Én napom, nincs is olyan, hogy a hangszer nincs a kezemben. Az egész napodat kitölti a muzika? Egész nap. Reggeltől estig? Még otthon is van hangszer mindig, én úgy vagyok vele, hogy mindig zenélek. Amíg is érkezett a hangszer. Köszi. Csak eljátszom, hogy cigány hallgató, amiket most nem játszanak már. Sajnos. Jó, hogy visszacsukhatod. Maradjon itt. Most ezt, ha így eljátszom, azt mondja, hogy eljön. Se voltam, mikor anyám elment. Jaj, de sokat sírtam, hely, a más ajtóján. Elküldtek a kutra térdig érő hóba, mire visszaértem, jaj, de lefagyott a lábam. Megállj, anyám, megállj, meg fogod ezt bánni, hogy elküldtél a kutra, térdig érő hóba. Most ezeket már nem játsszák, nem is hallani. A zene és utána mindenki más. A családom meg a zene.